Csalódottak vagyunk az Újpest elleni kupabúcsú miatt, hiszen jóval tovább szerettünk volna menetelni a sorozatban. Lehet, hogy egy-két fejben ma még ott van a vereség, de a lehető leggyorsabban el kell felejtenünk, hiszen a bajnokságra kell koncentrálnunk, úgy kell játszanunk, mint az elmúlt hetekben. Jelenleg ez a legfőbb célunk. A Honvéd elleni legutóbbi hazai meccsünk egészen a végéig nagyon szoros mérkőzés volt, az én gólommal nyertünk az utolsó percben. Az volt az első találatom a szezonban, így két okból is nagyon boldog voltam, de a legfontosabb a 3 pont volt. A mostani találkozó is nagyon nehéznek ígérkezik, mint ahogy az utolsó 3 ellenük vívott összecsapásunk is az volt. Kétszer is az utolsó pillanatban dőlt el a meccs a mi avunkra. Érdekes csata lesz. Jó sorozatban vagyunk, meg kell őriznünk az utóbbi időkben mutatott formánkat. Fent kell tartanunk a harci szellemet és a jó csapatmunkát, és akkor megint 3 ponttal gazdagodhatunk. A Honvéd ellenünk mindig mélyen a kapuja elé húzódik, és az ellentámadásokra appellál, épp ezért nagyon elővigyázatosnak kell lennünk. Külön hangsúlyt kell helyeznünk a szabadrugásaik és a szögleteik hatástalanítására is, kerülnünk kell a felesleges szabálytalanságokat, erre feltétlenül oda kell figyelnünk. Easy fouls for them and take care of this.